Nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket, nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A PPH, a Nyílt Akadémia közös élet és embert ismert fejlesztőképzésén. Én Szedlacsikné Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Szedlacsik Gergő vagyok, PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. Budapesten élünk a feleségemmel, jelenleg egy cégnél vagyok rendszergazda, illetve sok területen dolgozom a cégen belül. A feleségemmel együtt építjük PPH-s csapatunkat. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert édesapám Szedlacsik Miklós gyerekkorom óta visz a rendezvényekre, és azóta támogatom munkásságában. Plusz én is szeretném az emberek tudatosságának növelését elérni, hogy bejussunk az aranykorba. Mit adott nekem a coachképzés? Elkezdtem megérteni az emberek működését a coachképzések tanulásával, és ezáltal magamat is megismertem. Régebben egy türelmetlen, idegeskedő ember voltam, de mára már nagyon sokat változtam ezen a téren. Én is szeretnék pár gondolatot mondani magamról. Budapesten élünk a párommal, a férjemmel, és nagyon örülök, hogy itt tanulunk együtt a férjemmel. Egyszerűen fantasztikus érzés. Jelenleg én még irodai recepciósként dolgozom. Én 2016-ban ismerkedtem meg a PPH-val, Szedlacsik Miklós mesterkóccsal. Én kerestem a megoldásokat, hogy hogyan tudok változtatni az akkori életemen, ahogy akkor éltem, mert nem voltam elégedett. Nekem édesanyám Csonka Erzsébet javasolta, hogy kezdjem el a képzést. Meghallgattam pár ingyenes előadást, és úgy döntöttem, hogy én szeretnék itt tanulni. El is kezdtem a képzést, azóta is itt tanulok. Mikor megismertem személyesen Szedlacsik Miklóst, több havi képzésen részt vettem, és meggyőződtem, hogy hiteles és példamutató tanító. Számomra az is tetszett, hogy életjobbító kócsszakmát sajátíthatok el. Ezzel a tudással rendbe rakhatom az életemet, és ezzel másoknak is tudok segíteni. Nekem ez is motiváció volt, hogy itt tanuljak. Illetve nagyon gyakorlatias a képzés. Szedlacsik Miklós nem csak azt mondja el, hogy mit kellene tenni, hanem hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Számomra még az is tetszett, hogy tudok segíteni másoknak, és ez nagyon csodálatos dolog. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy itt elkezdtem a tanulmányaimat. Számomra a Nyílt Akadémia képzése rengeteg megértést adott, és változást hoztak az életemben. Teljesen más látásmódot kaptam, sokkal pozitívabban látom az életet, és megértettem, hogy mi miért történik, és most miért történnek dolgok. És visszakaptam az önmagamba vetett hitemet is, ezáltal nagyobb lett az önbizalmam, az önértékelésem, és most már boldog párkapcsolatban élek. Mióta személyesen ismerem Szedlacsik Miklós mesterkócsot, nem volt olyan tanácsa, ami ne lett volna igaz. Számomra nagyon nagy személyiségfejlődést nyújtott a képzései által, rendeződött az életem, és egyre harmonikusabb. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygón. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudja hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes mai bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk külön küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsod, édesapámat, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nézzük akkor, hogy mivel is foglalkozunk.
képzéseink vannak, coach képzéseink. Mit jelent a coach? Ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. És tudást juttatunk el az embereknek. Miért juttatunk el? Én 91-től szervezek saját csapatot, 93 óta van saját olyan szervezetem, ahol emberek szervezésével foglalkozunk valamilyen területen, és ugye elhangzott, hogy 4 különböző területen lettünk piacvezetők. Hát hála Istennek, ugye az én vezetésemmel sikerült ezt elérni. És 93-tól tanítok, vezetek embereket, és rájöttem arra, akkor ugye 32 évesen, hogy ez az én világom. Ez nem így jött azért, mert mikor először álltam ki emberek elé, hát körülbelül ennyien lehettünk, mikor először tartottam, mint amennyien most itt a teremben vannak. Mikor először tartottam előadást embereknek, és akkor ez úgy volt, hogy 1,5 órás előadásom volt. És még jó, hogy egy zárt asztal mögött voltam, mert nem látták, hogy 3,5 órán keresztül így remegett a térdem. Mind a kettő. Ami azt jelenti, hogy ménkű módon izgultam. És körülbelül 2 mondat után, az első 2 mondat után elfelejtettem a mondandómat. Persze akkor még nem jöttem rá, hogy ez az én területem. Mert sokan járnak hasonlóképpen, ha talán nem is ennyire izgulnak, mint ahogy én izgultam. De lényeg az, hogy rá egy pár évre jöttem rá arra, olyan 96 környéken, hogy ez az én világom. De hát már 93 óta foglalkozom főtevékenységben emberek szervezésével, és azóta nincs is más tevékenységem. És ugye miért foglalkozok én emberek szervezésével? Hát mindig 93 óta, ugye azért, illetve 91 óta azért foglalkozok emberek szervezésével, mert hogy valami olyan dolgot juttassak el az embereknek, amire az embereknek szükségük van. És ez kezdetben ilyen olyan tevékenység volt, amivel hát ilyen előgondoskodhattak maguk, előtakarékoskodhattak magukra az emberek. Hát gyakorlatilag ez úgy 2000-ig tartott az ilyenfajta tevékenység, de 2 különböző területen, abból az egyikben piacvezetők lettünk, a második területen. És lényeg az, hogy nem ilyen dolgokkal foglalkoztam azelőtt, hanem hát fizikai munkát végeztem, az volt a fő tevékenységem, ami kezdetben nem volt számomra olyan, ami nem szerethető, de aztán rájöttem, hogy nem az az én világom. Tehát mikor jöttem erre rá, hogy az ember, ha dolgozik, nem ér rá pénzt keresni? 87-ben. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogy mennyire dolgoztátok végig az életeteket. Már aki nyugdíjas, aki meg nem, eddig mennyire dolgozta végig az életét.
Tehát nem értettem 87-ig, hogy miért mondják azt, hogy aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. És 87-ben, mikor elkezdtem üzletkötői tevékenységet csinálni, akkor jöttem rá, hogy most már értem, hogy miért mondják ezt. Mert az embernek nem fizikai munkával kellene biztosítani a megélhetését. Tehát a fizikai munka az kell, de én megmondom őszintén, a fizikai munkát azt inkább elsősorban azért csinálom, mert jól esik, időnként, nem állandóan. Másodszorban meg akkor csinálom a muszáj. De ha te fizikai munkát végzel főfoglalkozásban, akkor neked az a muszáj, nem? Tehát én nem hiszem, hogy van ember a bolygón, aki a fizikai munkát az 8-10 órában szereti csinálni napi szinten. Én nem hiszem, hogy van olyan ember. Mert fizikai munkát lehet szeretni, de nem 8-10 órában naponta. És én nem hiszem azt, hogy például a múltban, amikor mondjuk én nem voltam vidéken a nagyszüleimnél, és ott láttam, hogy a rokonság hajnalba kell, hogy ellássa az állatokat, és utána az állatellátás után kimentek a földre dolgozni, és ott dolgoztak, mit tudom én, a földön mondjuk 8 órát, plusz az állatok, tehát dolgoztak egy nap 10-12 órát. Én nem hiszem, hogy azt a 10-12 órát azt szerették. És azt minden nap, mert az állatnak nem lehet ebédjegyet adni. Azt el kell látni rendszeresen. Mert még a föld az olyan, hogy az nem biztos, hogy minden nap kell vele foglalkozni, de az állatokkal minden nap. És akkor kérdezem, hogy vajon az embernek ez az élete? Tehát, hogy fizikai munkát végezzen? Mondjuk rendszeresen, naponta, ha munkát végez, akkor 8 órát legalább. Ha nem munkaként csinálja, akkor meg még pluszban mondjuk valakinek van egy családi háza. De hát ha nem családi háza van, mondjuk lakása, ott is van fizikai munka. Hát ott például a takarítás is fizikai munka, nem? Tehát a könnyű fizikai munka és a fizikai munka közé tartozik mondjuk a sütés-főzés. Az is fizikai munka, csak könnyű fizikai munka. Szóval a lényeg az, hogy az embernek erről szól az élete, hogy fizikai munkát végezzen. Gondoljátok végig. Hát lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy erről szól, csak akkor nem ismeri a saját lelkének a működését. És valamennyire ismeri a saját testét, és azt gondolja, hogy a test az anyag, és ezt az anyagot el kell látni, tehát ezt etetni, itatni kell. És egyéb dolgok is vannak ugye ebben a testtel, amit el kell végezni. És akkor sokan azt gondolják, hogy hát mivel az egy fizikai anyag, maga a test, hát ezért ugye a maga fizikai munka az hozzá tartozik, hogy a fizikai testet ellássa az ember. Na most a mai világban, amikor egy olyan világot élünk, hogyha mindent gépesítenének, amit gépesíteni lehet, akkor körülbelül az emberek 70%-a az fizikai munkanélküli lenne. Csak tudod, miért nem gépesítenek? Mert lehet, hogy olcsóbb a kézi munkád megfizetése, mint mondjuk az automatizálás. Már hosszú távon nem, de rövid távon biztos. És az azt jelenti, hogy
hogy még nem történt meg a gépesítés, bár itt az elmúlt 2,5 évben intenzíven dolgoztak rajta, hogy gépesítsenek. Hát most gondoljátok végig, akkor, mikor pénzintézet vezető voltam, a legtöbben, amikor egyszerre dolgoztak nekem, akkor az 130 valahány ember volt. Ez a 90-es évek második felében volt. Most azt a munkát, azt el tudná végezni körülbelül 6 ember. Érted? 6 ember. Amihez akkor 133 vagy valami ilyesmi volt a maximális létszám. Végzett el. És azóta eltelt 25 év gyakorlatilag. És 25 év alatt annyit fejlődött a technika, hogy ezt már ilyen módon lehet megcsinálni. Ugye ezt úgy hívják, hogy ugye most, amit legtöbben szoktak csinálni, hogy home office, amit bevezettek itt a Covid-dal, és hát lényeg az, hogy gondolkodnod kellene, hogyha fizikai munkát végzel, de ha szellemi munkát végzel, például olyan szellemi munkát, hogy tudom én, mondjuk könyvelsz, csak most mondtam valamit, hát gyakorlatilag az egy szellemi munka, vagy valamit számítógéppel csinálsz, már abban fizikai munka is van, mert billentyűzöl. Hát, hogy mennyire szereted azt, amit csinálsz. És én tudom, hogy vannak emberek, akik szeretik azt, amit csinálnak, jó, de meddig szeretik? Tehát mondjuk heti 40 órában is szeretik végig 40 órán keresztül? Vagy ha nem elég az a 40 óra, mert többet kell dolgozni valamilyen oknál fogva, mert mondjuk, hogy több pénzed legyen, akkor is szereted? Tehát a másik kérdésem talán az, hogy mennyi az értéked? Tehát itt vagyunk mi, volt szocialista országban élők például, és alacsonyabb óradíjjal, értékkel dolgoznak az emberek, mint nyugaton, nem? Tehát nyugaton 3-szor, 4-szer, 5-szer annyit keresnek, mint ezen a területen, azért, mert a nyugati ember az értékesebb. Mi csak úgy kérdezem, miért értékesebb? Vagy miért lenne értékesebb? Tehát megkérdezzük azt, hogy ők okosabbak, mint mi vagyunk? Hát nem, mert a lakossághoz képest a magyar talált föl a legtöbb találmányt. Tehát a lakosság létszámahoz képest a bolygón a magyarokhoz fűződik a legtöbb találmány. Na most akkor nem mondanám, hogy a nyugati emberek azok okosabbak lennének. Oké? Tehát akkor nem okosabbak, nem ügyesebbek, akkor miért értékesebbek? Miért fizetnek ott kint nekik többet? Hát azért, mert te magadat leértékeled. Tehát itt azért fizethetnek neked kevesebbet, mert te alul értékeled magadat. Nem tudom, elég világos vagyok-e. Tehát a szocialista országokban, volt szocialista országokban élő, azok alacsonyabbra értékelik magukat, mint a nyugati társadalomban. Tehát ha itt például azt mondaná a lakosság, hogy jó, innentől kezdve ennyiért vagyok hajlandó dolgozni, akkor kénytelenek lennének annyit fizetni. Mondom, a lakosság, nem egy ember, meg nem kettő, hanem a lakosság. Világos ez? Jó, tehát gondoljátok végig, hogy olyan munkát végzel,
hogyha mondjuk ezt nem itt végeznéd, hanem egy nyugaton születtél volna és nyugati állampolgárként végeznéd, tehát nem úgy, hogy kivándoroltál, mert a kivándorlók sem kapnak annyi bért, mint az ott élők, akik kezdetektől fogva ott élnek. Tehát egy ott élő jóval többet kap ugyanazért a munkáért, mint amit itt végzel el. Tehát az azt jelenti, hogy neked az értéked kevesebb, nem? Tehát én általában úgy mérem az életemet, hogy azt mondom, hogy az én értékem több annál, hogy azt megtegyem. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát én már egy jó ideje elkezdtem magamat értékelni, de a legtöbb ember nem csinálja ezt. És olyan munkát végez, ahol gyakorlatilag leértékeli önmagát. Tehát most gondold végig, hogyha dolgozol mondjuk óránként 1500 forintért, csak spontán valamennyit, akkor ennyi az értéked? Tehát óránként 1500 forint? Nem jobb lenne, ha mondjuk óránként az értéked mondjuk 10.000 forint lenne? Hát óránként 1500 forinttal keresel mondjuk 250.000-et, most nettóról beszélek. Úgy durván, valamivel többet, 270.000-et körülbelül. 10.000 forinttal megkeresnél 1.000.000 hetet. Van különbség a kettő közt? És nagyon érdekes, mert mi emberek szervezésével is foglalkozunk, azon kívül, hogy tanítunk embereket, mert hát akkor hogy tanulnának itt, ha nem szervezzük őket? Gondold végig. Hát maguktól. Elég nehezen találtak volna meg. Oké? Tehát ma Magyarországon az ilyen típusú képzések terén messze piacvezetők vagyunk. Tehát messze. Ami azt jelenti, hogy ezt úgy tudtuk elérni, hogy szervezzük az embereket. Tanulóvá tesszük őket. Érted? És ezt alapvetően mostanában úgy csináljuk, hogy szóban is beszélünk velük. Lehet, hogy bevonunk valamilyen technikát abba, hogy szóban beszélünk velük, de alapvetően szóban beszélünk. Írásban kezdjük a kommunikációt, és szóban fejezzük be általában. Ahogy írásban kezdjük, és írásban fejezzük be, de általában szóban van befejezve. Ezt most miért mondom? Hát azért, mert az ilyen típusú szervezés, amit csinálunk, én ilyen típusú szervezéssel foglalkozok 91-től. És az tök mindegy, hogy nyugaton végzi valaki, vagy Közép-Európában végzi valaki, vagy keleten. Nem a mi tevékenységünkről van szó csak most, hanem az ilyen típusú tevékenységről. Ugyanannyi jutalékot kap bárhol a világon. Világos voltam? Tehát, ha valaki ilyen szervezést, ilyen típusú szervezést végez, mindegy, hogy hol él a bolygón, ugyanannyi az értéke. Világos voltam? Teljesen mindegy, hogy Amerikában él, vagy Németországban, vagy bárhol máshol, Japánban, ugyanaz az értéke. De az emberek leértékelik magukat, főleg itt Közép-Kelet-Európában, meg a világ másik olyan részén, ahol még alacsonyabb az életszínvonal, mint nálunk. És leértékelik magukat keményen. És ugyanolyan munkát végez, hát most ugye azt mondhatjuk, hogy a magyarok már nem olyan dolgosak, mint régen. Tehát, ha megnézzük,
Ugye tényleg, ha valaki kimegy dolgozni nyugatra, többet kell dolgoznia. Tehát a több pénzért többet kell dolgoznia. De ha megnézzük mondjuk egy kínait, egy kínai embert Kínában, a kínaiak nagyon dolgosak, baromi sokat dolgoznak, sokkal kevesebb pénzért, érted? Sokkal többet dolgoznak, mint a nyugatiak, sokkal kevesebb pénzért, még tőlünk is sokkal kevesebb pénzért, és az ő értékük kevesebb, mint egy nyugati állampolgáré. Miért? Miért kevesen? És akkor hol az igazság? Hol a te igazságérzeted? Aki dolgozol, tök mindegy, hogy kínai állampolgár vagy, vagy magyar, vagy amerikai. Hol az igazság? Nem az lenne az igazság, hogy azonos munkáért azonos juttatás? És van egyetlen egy típusú munka a világon, például mondok, egy a világ legnagyobb hálózatépítő szervezete, kettőt is mondok, az egyik az MV, a másik pedig, na nem, mindegy, nem jut eszembe a nevük. És lényeg az, hogy minden, bárhol, bárki, bármit csinál, szervez, ugyanazt a pénzt kapja bárhol a világban, érted? De nálunk is szervez valaki Németországban, Németországban élőként, ugyanazt kapja, mint aki mondjuk Romániában szervez, Romániában élőként, érted? Tehát ugyanannyi az értéke a munkájának, akkor is ha nyugati állampolgár, akkor is ha nem az, mert ezt úgy hívják, hogy igazságosság, érted? És akkor itt élünk Európában, és akkor én erre már 90-es évek elején rájöttem, hogy a franc akar dolgozni olyan helyen, hogy ugyanazért a munkáért kevesebbet kapok, mint mondjuk egy nyugati ember, érted? De hát az 30 éve volt, érted? Mondhatjuk azt, hogy te 30 éve vele vagy maradva? Hát akár mondhatjuk. És 93 óta nincs olyan tevékenységem, olyan foglalkozásom, ahol alul értékelhetnek. Érted? És neked miért van? Mert azt mondanád, hogy ó, de hát akkor ki fogja táplálni az embereket, mert mondjuk te élelmiszertermeléssel foglalkozol. Hát az a helyzet, hogy olyan gépesítés van az élelmiszertermelés területén, érted, hogy alig van szükség emberre. Hát nyilván nem azokon a területeken, ahol nincs pénz a gépesítésre, most nem arról beszélek. Oké? És akkor mondhatnád azt, mert ugye te hát nagyon egészségpárti vagy, és mondhatnád azt, tehát az egészséges élelmiszer. Na, akkor mondok neked erre példát, jó? Ellenpéldát. Nagymamám világ életében Budapesten élt. 94 éves korában halt meg. 2000-ben halt meg, 94 éves korában, és mondom, világ életében Budapesten élt. De nekem vannak rokonaim lent Szabolcsban is, akik maguk termelték az élelmiszert, mind hamarabb meghalt. Oké? Nagymama pedig mindig a piacról vásárolt, érted? Vagyis a boltokból vásárolt élelmiszert. Akkor hogy van ez? Csak úgy kérdezném. Ugyanis van nekünk egy szervezetünk, azon belül van egy immunrendszer. És tudod, mitől függ
a hosszú élet. Nem attól, hogy milyen egészségesen táplálkozol. Az csak hatodrendi kérdés. Tudod mitől? Hogy milyen jó hangulatban vagy. Attól függ. Tudod? És ha én megnézem a rokonaimmal kapcsolatos példákat, akkor azt látom, hogy lent vidéke rövidebb az átlag életkoruk, mint itt fönt este. Na, akkor ez hogy van megint csak? Oké. És akkor nagy tudatos egészséges élet. Oké. És a nagy tudatos egészséges életű emberek nem biztos, hogy hosszabb életűek. Oké. Miért? Mert nem az a lényeg, hanem az, hogy mennyire élvezed, szereted az életedet. És az, hogy szeresd az életedet, azzal kezdődik, hogy szeresd azt, amit csinálsz. Érted? És nagymamám szerette azt, amit csinált. Jó hangulatú volt. Hát lehet, meg muszájból dolgoztak az emberek. Érted? Mert én mondom, én biztos vagyok benne, hogy napi 10-12 óra fizikai munkát nem lehet szeretni. Aki napi 10-12 óra fizikai munkát szereti, az gyógyos szerintem. Hát az biztos. Tehát én nem voltam egy fizikailag nyápic ember sose, nem is leszek. Mindig bírtam a fizikai melót, de elég hamar ráuntam mindig a fizikai melóra. Tehát pár óra után már, napi pár óra után már sok volt. És aki azt mondja, hogy napi 8 óra fizikai munkát élvez, az önmagának hazudik. Önmagának hazudik. Oké? No, úgyhogy ezt egy kicsit rendbe raktuk, ezt a kérdést, de hát nem fontos elfogadni azt, amit én mondok, én meg tudom, hogy hogy volt, mint volt. Mindig tapasztalat alapján beszélek, nem csak úgy. Szóval a lényeg az, hogy persze, nekem is van szükség arra, hogy fizikai munkát végezzek. De addig, mi én akarok. Nem addig, mert ameddig muszáj. Érted? Tehát van úgy, hogy muszáj, mit tudom, lenyírni a füvet. Vagy muszáj, mit tudom én, az oldalhajtásokat a szőlőnél letöregetni. Érted? Tehát mit tudom, ilyeneket muszáj csinál. De addig csinálja az ember, ameddig kedve tartja. Érted? És nem addig, ameddig, hogy na, meg ott kell dolgozni 8 órát, mert hát el kell tartani a családot. Tehát gondold végig, hogy mit csinálsz, milyen munkát végzel. Én mondom még egyszer, 29 éve főtevékenységben végzem az emberek szervezését. 29 éve. Az a főtevékenységem. Mellette cégvezető is vagyok, meg mindenféle, de ez egy dolog. De miért? Miért? Mert képzeld el, arra jöttem rá, hogy egy átlag ember számára ahhoz, hogy az élet színvonala, mit jelent az én számomra az élet színvonal? Azt jelenti, hogy van elég pénzed, és van elég szabadidőd. Érted? Ezt jelenti a jó élet színvonal. Tehát az nem jó életszínvonal, hogyha csak pénzed van és szabadidőd nincs. Érted? És avval a szabadidővel természetesen azt kezdesz, amit akarsz. Ha itt tudom, egy szabadidődben gödröt akarsz ásni, akkor gödröt ásol, hát nekem mindegy. Érted? De az a lényeg, hogy a szabadidővel azt kezdjen az ember, amit akar. És az az életszínvonal, ahol ez a kettő megvan. Érted? Ahol van elég szabadságod, és van elég
pénzed. Oké? Hát a munkával az embereknek nincs elég szabad idejük. Hát ha szabad időt akarsz a munkahelyeden, akkor el kell menned szabadságra, nem? Szabadságot kell kérned. Ez van. És meghatározott ideig mehetsz el szabadságra, az is meg van határozva, hogy hány nap szabadságod van. De azért nem szerettem az iskolát, mert ugye én azt láttam, hogy a szülő hazajön a munkából, és nincs neki házi feladat. Érted? Mert az iskolában, amikor iskolába jártam, akkor hazamentem az iskolából, és meg a házi feladattal kellett foglalkoznom neked, nem? És én ezért akartam minél hamarabb felnőtt lenni, hogy ne legyen házi feladatom. Oké? Hogyha én egyszer ott hagyom a munkahelyem, akkor ne kelljen a munkahelyen foglalkozni, nem? Ha a munkahelye akkor az iskola volt. És ugye ha végig gondolod, most meg egy olyan világot élsz, ahol hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy az alkalmazottak azok olyan, mintha nem felnőttként lennének kezelve. A munkahelyen. Hát még azt is meghatározzák nekik sok munkahelyen, ugye az alkalmazottaknak, hogy mikor mehet pisilni. Nem? Hát nekem általános iskolára emlékeztet, hogy ott is meghatározták, hogy a szünetben mehettél pisilni, nem? És hogyha esetleg közbe kellett pisilni, akkor ki kellett kérezkedni. Hát ez tök gyerekes. Nem? Hát egy munkáján dolgozik az ember, és ki kell kérezkedni pisilni. Hát ez tök gyerekes. Hát nőj már föl. Hát vedd már a saját életednek az irányítását a saját kezedbe. Hát persze a felnőtté válással ez van, hogy a saját életed irányítását a saját kezedbe kellene venni. Hát persze semmi nem ezt akarja, hogy te a saját életedet irányítsd. Miért? Mert alkalmazottként fizetsz a legtöbb adót és járulékot. Érted? De lehet, hogy most már mindent adónak hívnak, már járulékot nem is. Mondjuk az egészségügyi hozzájárulás az ilyen járulékszagú, mindegy. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy azért működik így a rendszer, ahogy működik, hogy minél több alkalmazott legyen. Miért? Mert az alkalmazott az a modernkori szolga. De a szolga dolgozott úgy, hogy megcsinálta a munkát és megkapta a fizetését, nem? Miért az alkalmazottak nem ezt csinálják? De a szolga még annyiból jobb volt, hogy sűrűbben kapott fizetést. Érted? Nem havonta egyszer. Tehát én például, mikor kezdtem 80-ban a munkát, akkor még egy pár hónapig két hetente kaptunk fizetést. 81-től lett a munkahelyünkön úgy, hogy havonta. És ugye én szeptembertől dolgoztam, és akkor még két hetente volt a fizetés, kifizetés. Tehát az jobb volt. Tehát minél sűrűbben kap az ember fizetést, annál jobb. Tehát ehhez képest az alkalmazott rosszabb, mint a szolga. A szolga sűrűbben kapott fizetést. Gondolkozzatok, hogy aki alkalmazott, az gyakorlatilag egy modernkori szolga. És ugye tanultad történelemből, ha az én korosztályom vagy, biztos, hogy tanultad, hogy szegény szolgák a múltban, hogy kihasználták a szolgákat annak idején, és most az alkalmazottakat nem használják ki? Hát legalább annyira, mint a múltban a szolgákat, ha nem jobban. Tehát tessék már fölnőni,
és a saját életednek az irányítását a saját kezedbe venni. Ami azt jelenti, hogy nem egyik napról a másikra. Nekem se egyik napról a másikra ment. 87-től, hogy letegyem az alkalmazotti létet, 6 év kellett. 6 év. De most ezt meg lehet gyorsítani, ezt a dolgot simán. Ő lehet gyorsítani, tehát mondjuk 2-3 év alatt nulláról meg lehet azt csinálni, hogy leted az alkalmazott létet 2-3 év alatt. A szervezésből. Tehát a szervezés, az emberek szervezése az az egyetlen olyan dolog, ami egy átlag ember számára befektetés nélkül kimagasló életszínvonalat tud elérni. Még egyszer mondom, a kimagasló életszínvonal az együtt van az elég pénz és az elég szabadidő. Érted? Azért gondold végig, mennyi lenne az az összeg havonta, amiből el lenne a családod. Nem írnád le ezt magadnak? Mennyi lenne az az összeg? Gondold végig. Mennyi lenne az az összeg havonta, ami elég lenne a családodnak? Akárhány fős a családod. Ugye ki az a, ki a családod? Hát akikkel együtt élsz. Egy élettérben vagy velük. Tehát egy házban, egy lakásban. Az a családod. Nem tömbházról beszélek, és ott nem az idegenekről beszélek. Jó, tehát te, akikkel együtt élsz, mennyi lenne az a jövedelem, ami elég lenne? Ami, mit, tudod, mit jelent az elég? Hogy jut is, marad is. Tehát az elég az mindig az, hogy marad is. Érted? Nem mindet elköltetted, tehát nem... Jó, olyan, annyi pénz nincs, amennyit ne tudna az ember elkölteni. Annyi nem létezik. De... Hát ami ugye a te igényeidhez képest mérve mondjuk jutna is, meg maradna is. Mennyi lenne az az összeg? Megvan, leírtátok? Jó, és akkor most nézd meg, a mostani jövedelmed az vajon tükrözi ezt az összeget. Tükrözi? Hát ha tükrözi, akkor te egy szerencsés ember vagy. De ha nem tükrözi, akkor nem gondolod, hogy meg kellene csinálni, hogy legyen annyi jövedelmet havi szinten? Most havi szintről van szó természetesen. Tehát nem tudnál elképzelni egy olyan jövedelmet mondjuk, ami havonta emelkedik? Mondjuk akár első hónapokban, akár ilyen 50-100%-os növekedéssel, de később is akár rendszeresen 10-20-30%-os növekedéssel. Havi szintű növekedésről beszélek. Nem tudom, hány olyan vállalkozó van itt, akinek a jövedelme az havi szinten rendszeresen emelkedik 10-20-30%-kal. Most vállalkozókról van szó. Nem alkalmazottokat kérdezem, mert azok nincsenek ilyenek, az biztos. De a vállalkozók lehetnek. Ezt miért mondom? Mert ugye én beszélek jövedelmekről, mióta tanítok, 93 óta. És ugye mostanában kevesebbet beszéltem itt az elmúlt 12 évben erről a kérdésről. Mert nem ezen volt a hangsúly. De most azért nézzük a mostani világot. Tehát egy olyan világban élünk, ahol semmit nem tudsz előre kiszámítani. Miért? Mert egyszerűen kormányrendeletekkel rendelkeznek, és ami ma a szabály, az hónap már nem biztos. Érted? Tehát amire azt mondod, hogy ma ez a törvény, holnap már hoznak egy rendeletet, és már nem az a törvény.
Érted? És amikor kiszámíthatatlan a világ, akkor kell a legtöbb jövedelemmel rendelkezni. Tehát amikor minden kiszámítható, akkor nem kell sok jövedelem, mert kiszámítható minden, érted? De amikor kiszámíthatatlanná válik minden, akkor az embernek nagyon meg kell emelni a jövedelmét. És akkor gondold végig, nem tudom, hogy te mivel foglalkozol. Mi azzal foglalkozunk, hogy az embereket bevigyük az aranykorba. Mi ezzel foglalkozunk? Tehát tanulóvá tegyük, elindítsuk egy lelki fejlődés útján, ez a lelki fejlődés, hogy végig menjenek a lelki fejlődések, hogy bekerülhessenek az aranykorba. És miért kell itt aranykornak lennie? Mert ha nem lesz aranykor, akkor nézzük, mi lesz. Jó? És nem tudom, ezt előre raktam, vagy még itt van a végén. Na, nézzük, az aranykor az elnyomoktól mentes szeretet, béke és boldogság kora. Tudás és tapasztalat elsajátítása, hogy valaki bekerülhessen az aranykorba, az legalább 9 év, és a torzítások elkerülése véget egy helyen kell elsajátítani. És a tapasztalatok elsajátítása csapat nélkül nem lehetséges. Tehát elméletben el tud sajátítani dolgokat, csak nem fog tapasztalatba átmenni. Ha eddig máshol nem tudtad elérni azt, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élve önzetlenül együttműködj másokkal, akkor máshol nem is fogod ezt elérni, mert eddig se érted el máshol. Hát aki ki akar maradni a lelki fejlődésből, az nem fogja megélni az aranykort. Ha emlékeztek, 2035. És csak egyetlen út van a szeretetben együttműködéshez, az nem a külön utakon járás, az a saját személyes fejlődésed. Ami kell, ahhoz kell egy közösséghez tartozás, azonos célok, az ember és az élet ismerete, az etikus élet, a mindennapokban használható tudás és módszerek, és a nagy közösségen belüli saját csapat. És elég szomorú dolog lenne rád nézve, ha nem engedhetnél meg magadnak havi 9800 forintot a saját személyiséged fejlesztésére és az életed jobbítására, az aranykorba jutáshoz. Az emberi fejlődés, az emberek szellemi fejlődésének elősegítése a legetikusabb tevékenység a bolygón. Tehát te végezhetsz akármilyen tevékenységet, a legetikusabb tevékenység ma jelenleg a bolygón az emberek szellemi fejlődésének elősegítése. Miért? Mert aki szellemileg nem fog odafejlődni, az nem juthat be az aranykorba. Ugyanis az aranykorba nem lesz elnyomás. Hát nem lesz elnyomás. De az viszont nem elég, hogy az elnyomók mondjuk addig elhaláloznak. Hanem az emberek úgy működnek, a szociális emberek is, hogy elnyomóskodnak. Tudás hiány elnyomóskodnak. Bár a szociális embereknek a tevékenységének többsége az szociális és nem antiszociális, de mégis elnyomoskodnak az aranykorba, meg az elnyomoskodás már nem lesz lehetséges. Világos voltam? Miért? Azért, mert ha elnyomást kap egy ember, nem tud fejlődni.
ameddig az elnyomás hatása alatt áll, addig nem tud fejlődni. Tehát hiába tanul, nem tudja a tudást tapasztalattá tenni. Tehát akárki, akármilyen szociális ember, ha kap egy elnyomást, és éppen mondjuk tanulni akar, nem tudja tudássá tenni a tanulást. A tudás az azt jelenti, hogy képes használni a tanultakat. Na most tehát mivel az aranykorban nem lehetnek elnyomók és elnyomóskodók, ezért addigra, aki bekerül az aranykorba, meg kell tanulnia azt, hogy ő szociális személyként, tehát eleve ki van zárva, hogy az elnyomók bekerüljenek az aranykorba, erről gondoskodnak a fentiek, hogy ez megtörténjen. Kettő, a szociális személyeknek meg kell tanulnia azt, hogy ne elnyomoskodjanak. Ugyanis a szociális személyek zöme akkor is képes elnyomoskodni, amikor nem kap elnyomást, hanem csak valami emlékezteti egy múltbéli elnyomásra. És olyankor a szociális személy bekattan, és elnyomja a másikat. Tehát a szociális személyeknek meg kell tanulnia azt, hogy mire 2030 lesz, ne elnyomoskodjanak. Tehát tudjanak uralkodni az érzelmeiken. Oké? Méghozzá milyen érzelmeiken? A negatív érzelmeiken. A pozitív érzelmeiken nem kell uralkodni. Oké? Csak a negatívat. Szóval megtanuljanak uralkodni az érzelmeiken. Na most ezt nehogy azt gondolt, hogy ez ennyi. Nehogy azt gondolt, hogy ez pár hét vagy pár hónap. Legalább 9 év kell hozzá, hogy ezt valaki elsajátítsa. Érted? Most gondold végig, hogy akkor mennyire fontos tevékenység az, amit végzünk. Ugyanis miért? Ha nem lesz ezen a bolygón aranykor, akkor ezt a bolygót lehúzzák a WC-n. Érted? Kik? A fentiek. Ennek megvan az oka, miért. Oké? Erről már sokszor beszéltem. Tehát a fizikai oka megvan, hogy miért kell ezt csinálniuk. Ez olyan, mint mikor mondjuk lenne neked egy városod, ami a tied. Érted? Ahol te vagy a polgármester. Oké? És a város közepén lenne egy várad. És a várad az ellenség kezébe lenne. Aki onnan a várból azt szeretné, hogy elfoglalja a városodat. Oké? És legvégső esetben mit tehetnél avval a várral, hogy ne foglalják el a városodat? Az ellenség? Hát legvégső esetben azt, hogy fogod, és fölrobbantod a várat, nem? Na, pont ez a helyzet a bolygónkkal. Pont ez a helyzet. Oké? És nem az emberekről szól a történet, hanem itt vannak olyan lények ebben a bolygóban, akik meg akarják szerezni a bolygót és a naprendszert és a körülötte lévő galaxist. Oké? És itt vannak bent. És őket egyféleképpen lehet kiűzni. Vagy úgy, hogy megemeli az emberiség a rezgését, és ők úgy kimenekülnek innen, mint a szél, mert egy alacsony rezgésű lény az nem érzi jól magát a magas rezgésű környezetben. Oké? Vagy az egészen rárobbantják a bolygót úgy, ahogy van, utána összegyűjtik a lelkeket, összefogdossák, és meg van oldva a kérdés. Oké?
Tehát akkor nézzük, vajon eléggé fontos tevékenységet végzünk-e, mert te bármit csinálhatsz az életedben, de bármit, vagy bárki itt a bolygón, ha itt nem lesz aranykor, minden elpusztul, bármit csinálsz is, érted? És akkor az ember, ha már dolgozik, dolgozzon olyan dolgot, aminek van értelme, mert annak semmi értelme nem lesz azoknak a munkáknak, ha ez a bolygó összeborul, érted? Világos voltam? Ezáltal gondold végig, tudnád úgy biztosítani a saját és családod megélhetését, hogy ajánlod a szellemi fejlődést másoknak is. Nyilván hol? Itt a Nyílt Akadémiánál. Mivel itt vagy, te jó ember vagy. Ezért te is kezd el az aranykört építő független PPA közösséggel az együttműködést. Úttörő szerepünk van. Mi nekünk PPA-soknak. Tenni kell rendszeresen a dolgunkat. Vagyis minél több embernek el kell juttatnunk a lelki fejlődést. Eredményező a mindennapokban használható, boldog élethez vezető tudást. Miért? Mert gondoljátok végig. Nem tudom, hogy az életedben volt-e már olyan, hogy szerettél volna valamit, olyat alkotni, létrehozni, ami eléggé egyedülálló. Már ha esetleg volt ilyen az életedben, akkor most itt van egy hely. Amit mi csinálunk, ez teljesen egyedülálló. Így, ilyen formában, így, ilyen módon. Nem véletlenül minket bíztak be, meg ezzel a dologgal, és nem véletlen az, a fentiek bíztak meg vele. És nem véletlenül az, az sem véletlen, hogy nem lett előző korszak végével, ugye az a korszak vége, az 2012. december 22, hogy akkor nem szüntették meg a bolygót. Tehát ez sem véletlen, mert akkor mi már ilyen tevékenységgel foglalkoztunk. És ezért látták azt, hogy van esély arra, hogy itt ezen a bolygón aranykor legyen. És ha ez mi nem, ha mi nem tevékenykedtünk volna ezzel már 2012-ben, akkor már nem lennénk. Oké? Úgyhogy erről ennyit. Az emberiség számára csak egyetlen egy út van. 2035-től létre kell jönni az aranykornak, és be kell jutni az aranykorba. Ennyi. Egyébként van egy párhuzamos világ, mert ez egy kísérlet, amiben vagyunk. És a kísérletet be akarták fejezni 2012. december 22-én. A másik kísérlet, ugyanígy egy másik bolygó, párhuzamosan csinálták a kísérletet, csak az univerzum egy másik részén, ott már aranykorban le vagyunk maradva, mint a borra való. Oké? Okay? Tehát az a kísérlet, az már létrejött. Egy egyénnek az aranykorba körüléshez szükséges tudás elsajátításához legalább 9 év kell. Erről beszéltem. És ha már szervezés, emberek szervezéséről beszéltem az imént, akkor nézzünk erre egy dolgot. A piac legmagasabb szervezői jutalékát, a bevételből kiszámított legmagasabb jutalékát nyújtjuk az embereknek. Ez azt jelenti, hogy a tandíjból azoknak juttat vissza a teljesítménytől függetlenül,
vagy függően 25%-tól már 77,6%-ig terjedő összeget. Oké? Tehát sehol nincs ilyen magas utalék. Ez az induló, és az azt jelenti, hogyha mondjuk hozol 4 tanulót, akkor emelkedik a jutalékod, akkor utána hozol 6 tanulót, tehát nem még 6-ot, hanem összesen 6-ot, akkor megint emelkedik a jutalék, hozol megint 9-et, megint emelkedik a jutalék, jó? És így szépen fölballag egészen 77,6%-ig. És tök mindegy, hogy ki hol lakik a világon, ennyi a jutalék, érted? Ugyanannyi a szervezőnek az értéke. A csoportodban lévők tandíjából is kaphatsz, onnan is visszajutatást kapsz, a teljesítményedtől függően 5%-től már 53%-ig terjedő összegig. Érted? Ez azt jelenti, hogy ha összeadnád ezt a kettőt, akkor ez több mint 100% lenne, de ez nem igaz. Miért? Azért nem, mert ahogy ez nő, az úgy ennyivel kevesebb. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy a maximális visszajutatott összeg ez ennyi. Oké? Tehát a 77,6-ban benne az 50, benne van az 53 is. Jó? És akkor összeadod ugye a 25-öt, meg az 53-at, az 78%-ra jön ki. Jó? És akkor úgy jön ki a teljes összeg. A PPA vezetők segítségével viszonylag gyorsan képessé válsz 6, 7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. Mi az, hogy passzív jövedelem? Az azt jelenti, hogy ugye a passzív jövedelem azért nem dolgozol most, hanem dolgoztál régen, ezt jelenti. Tehát régen dolgoztál érte, és most is kapsz utána a jövedelmet. Ezt jelenti a passzív jövedelem. Képzeld el, valakit hozol tanulónak, és ameddig ő itt tanul, kapod utána ezeket a jövedelmeket. Oké? Ameddig itt tanul. De szervezni csak egyszer szervezted, amikor behoztad tanulónak. Érted? Onnantól kezdve a második hónap az már passzív jövedelem. És mind passzív jövedelem, ameddig ő itt tanul. Tehát nem olyan, mint a munkahelyeden, hogy a jövedelmedért mindig dolgozni kell. Érted? Jó, lehet, hogy annyit csinálni kell, hogy mit tudom én, rá kell írnod mondjuk, hogy nem felejtetted el a tandíjadat befizetni. Lehet, hogy ennyi munkád van vele, hogy nem tudom, hogy rácsöröksz, vagy ráírsz. Én passzív jövedelmet először életemben 87-ben kerestem. És akkor mondtam azt, hogy most már tudom, mit jelent az, hogy ha valaki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni. Oké? Mert én már 87-ben passzív jövedelmet tudtam keresni. Nem emberek szervezéséből, hanem üzletkötő tevékenységből. A jutalékokat természetesen a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatod, például a rendezvényeinkre, vagy felveheted. Na hát az most akkor ebben nem foglalkozunk. Ja, ez a vége. Jó. Csomó részt ott kihagytam, mint láttátok, és elérkeztünk a végére. Jó? No, hát akkor visszaadom a szót a házigazdáinknak. Lényeg az, hogy gondolkozz,
gondolkozz, hogy milyen életet akarsz élni, mert ez a kulcs. Egy olyan világban, ahol nagyon fontos, hogy megfelelő életszínvonalad legyen, és tudjál, ha netántán olyan helyzet van, lépni. Érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük Szellacsik Miklós mesterkócsnak a képzést! Köszönjük szépen még egyszer. Én azt javasoljuk nektek, neked, aki most hallgatod, és tetszett az előadás, esetleg már nézed egy ideje az előadásokat, hozd meg a döntést, hozd meg a legjobb döntést az életedben, és kezd el a képzéseket. Tanulóként a képzéseket felvételről is vissza fogod tudni nézni, illetve le tudod tölteni a hanganyagot. Nagyon kedvező a tandíj is, ez havonta. Óránként, bocsánat, 330 forint, ez havi 30 óra képzést takar, ez összesen 9800 forint, ettől eltér az első hónap, az 660 forint, azaz 19800 forint. Ezért javasolnánk, hogy vedd fel a kapcsolatot az ajánlóddal, a vezetőddel, aki szimpatikus számodra, és kezd el a képzést. A szünet után elnyomáskezelő kocsképzés képzésünk lesz, amely, ha szeretné részt venni, várunk szeretettel, most pedig 30 perc szünet következik. Köszönjük!